Pár héttel ezelőtt nagy darus kocsi hozta meg ide Csingervölgybe ezt a mozdonyt. Mikor is volt ez pontosan? 2007. júliusában, Zoli. Tehát azért ez már nem is olyan pár hete volt. Nem. 9 éve. 9. 9 éve gondoltátok, hogy 9 év múlva ez a mozdony ez ebbe a mai pompájába fog itt állni Csingervölgybe? De persze, mi akik szeretnénk ezt a mozdonyt itt jó állapotban megőrizni, akkor is abban bíztunk, hogy a 2007-es állapota sokáig meg fog maradni, ugyanakkor részben kétségbe esettük észre mi magunk is, hogy 8 év alatt mennyire elhasználódott az itteni körülmények miatt ez a mozdony. Úgyhogy most nagy örömmel veszem újra tudomásul, hogy egy kis szervező munka, meg az egyesületi tagok szabadidős munkája árán ez a mozdony most újra olyan pompában ragyog, amilyenben ragyogott 2007-ben, amikor idehoztuk. Hát ez a 9 év, ez elrepült, szerencsére a mozdony nem repült el, viszont azért csodájára járnak ennek a mozdonynak. Úgy tudom, volt valami kellemes meglepetésed is egyszer, amikor jöttél ki ide a mozdonyhoz. Igen, volt itt egy ifjú pár, aki a délutáni ceremóniák előtt az esküvői fényképeket, ez 2010 környékén volt, itt készítette el, egy nagy amerikai Cadillac állt itt a mozdony mellett, és ők pedig az, hol az autóval, hol a mozdonnyal fényképezkedtek. Véletlenül jártam erre, úgyhogy egy-két fotót én is lőttem róla, nagyon klassz élmény volt. Aki nem ismerné ezt a Csingervölgy gőzmozdonyt, mit érdemes erről tudni? Mitől olyan nagy szám az, hogy ide került ez a Csingervölgyébe pont, visszakerült Ajkára? Most el is árultam egy kicsit ebből, hogy... Igen, az azért nagy szám, mert az országban, ezt nyugodtan lehet mondani, hogy onnantól kezdve, hogy a Magyar Vasút elindult, az 1846-os évtől kezdve, nagyon hirtelen és nagyon ugrásszerűen nőtt értelemszerűen a gőzmozdonyoknak a száma. Több ezer darab gőzmozdony volt az 1985-ös tulajdonképpen végső nyugdíjazásukig, és ebből a számból mindösszesen 3 darab mozdonyt rendelt az Ajkai szénbánya saját maga részére, erre a vasútvonalra, ebbe a völgybe, Csingervölgyébe. Ugye értelemszerűen az elsőt azt magáról a városról nevezték el Ajkáról, de a másodikat már közelebb szűke pátriárkájukról, Csingervölgyről nevezték el. Szinte hihetetlen, hogy azok után, hogy a gőzmozdonyok lelettek selejtezve, kilettek vonva a forgalomból, azok után abból a 3 darab gőzmozdonyból, amit az Ajkai szénbánya rendelt meg a saját vasúthálózatára, abból egy megmaradt. És ez egy nagy szenzáció ez, hogy ami megmaradt, azt mondjuk Kismaroson állították ki egy kisvasút mellé Normányon közül mozdony létére, de ugyanakkor viszont tehát 9 évvel ezelőtt, illetve 10 évvel ezelőtt sikerült olyan tárgyalásokat folytatni az illetékesekkel, ahol is aztán eredményt értünk el, és haza tudtuk hozni a mozdonyt. 10 évvel ezelőtt rengeteg emellé álltak ennek az ügynek, többek között Ajka város önkormányzata is teljes mértékben támogatta ennek a mozdonynak a hazahozatalát. Egy pár mondatba összefoglalnád, hogy is történt ez? Igen. Igen. Tehát pár mondatban nehéz, de azért gyorsan megpróbálom, igen. Tehát egyrészt ugye sikerült meggyőzni az Ajkai önkormányzatot, akiket azért nem volt nehéz meggyőzni, mert az Ajkai önkormányzat 1000 szállal kötődik a régi bányász hagyományokhoz. Mindig is voltak az önkormányzatban olyanok, akik a bányából kerültek ki, és aztán később úgy lettek tisztségviselők, illetve akik pedig nem, azok pedig a város bányász múltja miatt nagyon tisztelik a bányász hagyományokat. Tehát Ajka város önkormányzatát nem volt nehéz meggyőzni arról, hogy támogassanak minket abban, hogy a jármű hazakerülhessen. És egyébként ők akkor azt mondták, hogy ha mi haza tudjuk szállítani, akkor ők a felújítást tudják majd szponzorálni, de mi is dolgozunk azért, hogy a mozdony hazakerülhessen. Na most ugye a Csingervölgyét Egyesület akkor igen sok követ megmozgatott, beszélnünk kellett a kismarosi önkormányzattal, hiszen a mozdony ott volt kiállítva, és közben ők is annyira megszerették, hogy ők azt mondták, hogy a mi mozdonyunk és a mi mozdonyunkat mi nem akarjuk odaadni, és akkor aztán elmagyaráztuk, hogy de ez kicsit a mi mozdonyunk is, és egyébként pedig van
Sopron mellett kiállítva egy Triglang nevű gőzmozdonyuk, viszont az ő mozdonyuk volt, de az még érdekes módon Sopronban van kiállítva, tehát a Sopron mellett volt kiállítva. Úgyhogy két önkormányzatot kellett bevonni, plusz a közlekedési múzeumot és a soproni gyűjteménynek a kezelőjét, akit meg kellett győzni, hogy ugye mi csak akkor tudjuk hazahozni a mozdonyt, hogyha a soproni gyűjteményt megbontjuk és onnan a mozdonyt, a Triglav nevű gőzmozdonyt elhozzuk. Úgyhogy kellőképpen bonyolult és cirádás volt az ügy. Tényleg tartott egy évig, mire mindenféle szerződéskötés és minden meglett, és akkor még utána megtalálni egy olyan szállítót, aki pont annyi pénzért elhozza, mint amennyit a falon található támogatók által sikerült összeszedni. Nem volt egyszerű, de ez már igazán történelem. Most már itt van. Ha megérkezett a gőzmozdony, gőzerővel felújítottátok, amennyire lehetett meglegyen az állagmegóvás, és azóta is évről évre. Most mi ez a nagy felújítás, ami miatt ünnepélyes átadó lesz itt? Évről évre mindig gondozgattuk, Stolka, Csi bácsi, Isten nyugosztalja, egyszer lepett meg például engem azzal, hogy maradt neki otthon 6 liter valamilyen fekete festéke, és kijött és egyszerűen lekente a mozdonynak az út felüli oldalát. Tehát itt mindenki magáénak érzi, bár én akkor egy picikét ugye a szívemhez kaptam, hogy jó Isten, hát nem szóltunk a múzeum, meg nem szóltunk senkinek, és hozzányúlunk a mozdonyhoz, de túl lettünk rajta. Ez a nagy felújítás most az azért van, mert már akkor, amikor idehoztuk a mozdonyt, terveztük például az emléktáblát, terveztük például azt, hogy azokat a lemezmunkákat, amik a mozdonyon előbb-utóbb nem tolhatók és muszáj lesz végigcsinálni, azokat végre tető alá hozzuk. És ugye most volt megint az az együttállás, hogy a várostól sikerült egy nagyobb pénzösszeget megszerezni ennek a felújításnak a kivitelezéséhez. Plusz a Csingervölgyét Egyesületnél is volt egy kis pénz, meg a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Alapítvány Egyesület is adott hozzá pénzt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az Ajka város támogatását tulajdonképpen majdnem megduplázta a két egyesület és néhány magánszemély, és így sikerült most ezt a nagyobb lélegzetétel a munkát megcsinálni. De akkor azért azt is elmondhatjuk, hogy Ajka városa állta a szavát, és 9 év után is tudja támogatni a gőzmozdonynak az állag megóvását. Így van, sőt, azt hozzá kell tenni, hogy ugye a városban van egy gőzmozdony a vasútállomás előtti téren is. A vasútállomás előtti téren lévő gőzmozdonyhoz a Csingervölgyét Egyesületen mi nemigen szoktunk hozzányúlni. Ott a város nélkülünk tartja karban azt a mozdonyt, és azt lehet mondani, hogy azon kívül, hogy most már szegény mozdonyra rányő az a fa, ami ott a közelében van, szépen lassan már majd úgy kell alól a kihámozni, azzal sincsen semmi gondunk, tehát a város nem csak a Csingervölgy gőzmozdony felé, de más köztéren kiállított alkotás felé is, a másik gőzmozdony felé is tökéletesen teljesíti, amit ígért. Úgy gondolod, hogy az a fa esetleg veszélyezteti azt a mozdonyt? Tehát, hogyha most látják az illetékesek ezt a kis videót, akkor igazítsanak rajta, vagy maradhat? Tehát, mert mondtad, hogy úgy kell kihámozni. Igen, tehát ugye most már nagyon rálóg. Két dolog. Az egyik, hogy ha rálóg a fa, akkor a gyerekek arra sem fognak tudni felmászni. Már arra kívánom, hogy felmászni tilos, de arra is másznak a gyerekek, és esetleg félő, hogy leesnek. De a másik ugye, hogy amikor a faágak a szélben súrolják a mozdonyt, akkor ugye most itt a gyerekek kövekkel rajzoltak rá, vagy bottal, itt is látszanak csíkok ennek a mozdonynak is az elején. A másik fele pedig, hogy nagyon sok levél fog ráhullani a mozdonyra, ami ugye azért nem jó, mert nem esik aztán le róla, majd egy idő után rakódik rá, és egyszer csak azt fogjuk észrevenni, hogy humusz van rajta, a humusz alatt pedig nem fogjuk megtalálni a lemezt. Tehát akkor igen, akkor hát igen, hívjuk fel a figyelmet a fára. Igen, igen, de ha azt mondják, hogy én is segítsek benne, én azt is igyekszem majd természetesen támogatni és segíteni. Tibi, milyen ünnepséggel várjátok itt a vendégeket, és mikor? 12. hó 1-én csütörtökön 15 órakor lesz itt a tábla felavatása, és utána, amikor a táblát felavattuk itt a helyszínen, 15 óra után, fel fog menni a társaság a Csingervölgyét Egyesület közösségi házába, és a közösségi házban lesz
a mozdonyról beszélgetés, illetve egy filmvetítés. Igen, viszont te azt nem tudod, én tudom, hogy a közösségi házban már igazából nevezhetjük zárt körülnek azt a beszélgetést. Nem azért, mert a Csingervölgy Egyesület tagjai nem szeretnék, hogy mások is ott legyenek, hanem azért, mert a háznak a befogadó képessége egyszerűen véges. Tehát nem tudod, a több száz, sőt több tíz ember is csak alig fér be. Igen, igen, jó, hogy mondod. Tulajdonképpen az egyesület, úgy számoltuk, hogy az egyesület tagjai 20-25 fő megjelenik. Ugye lesz 5 meghívottunk, aki a mozdony felújításában a Magyar Gőzmozdonyért és Vasútért Egyesület tagjaként részt vesz, tehát az 30, és innentől kezdve még körülbelül 10 ember fér be majd a terembe. Majd itt a tömeg függvényében látható, hogy mennyi ember fog tudni bemenni, igen. Köszönöm neked ezt a beszélgetést, és sok sikert a következő 100 évben a gőzmozdony karbantartásához. Reméljük, köszönöm szépen. Hát nagyon szépen köszönjük minden támogatónak, és remélem, hogy jövőre bányásznapon itt a mozdony körül újra találkozunk, és akkor a bányászokkal együtt ünnepelhetjük a bánya és a vasút Ajkán kiállított ipar történeti emlékét. Köszönöm szépen!